Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café a második nap a hajómodellezőkről, a hajómodellezőkkel, és nem csak a hajómodellezésről. Lexikov Zsolt, dr. Lexikov Gábor és Boti Ferenc a vendégünk. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Gábort köszöntjük nagy tisztelettel, ő is beszállt most már a hátralévő három adásra. Ott tartottunk, hogy milyen komoly sportág a modellezés, és hogy Európa vagy akár világszinten milyen komoly eredményeket értek el, vagy ér el a szakág. És én azt szeretném, most lehet, hogy a kollégáimat egy kicsit átverem, hogy megmutassuk, hogy ti teljes joggal ugyanúgy a piros-fehér-zöld címert és színeket használjátok. Gáboron is van egy, meg ott van a címer is a pólóján. Szilárdot kérem, hogy ha lehet, akkor mutassuk meg. Illetve hát a két kék ingen is ott van a piros-fehér-zöld. Azért közben beszélgessünk, ez ugyanúgy Magyarország, ugyanúgy magyar válogatott, ugyanúgy büszkeség az országnak. Így van. Vesző, ugye? Igen. Igen. Mi, ahogy már tegnap is elmondtam, hogy ugyanúgy válogatott kerettagok vagyunk. Annyi a pluszunk, hogy sportorvoshoz nem kell járnunk. Viszont, bár már ez is kérdéses. Viszont, miért azért a kéz, az ízület? Nem, kötözködöm. Az új, a 2014-ben meghozott doping rendelet alapján az összes olyan sportágat, aminek a sportolói a Magyar Sportszövetség tagjai közé tartoznak, így vagyunk mi is, a Magyar Modellező Szövetség is tagja a Magyar Sportszövetségnek. Az új doping szabályzás gyakorlatilag az állami támogatást, illetve a szakágok állami támogatását a doping vizsgálaton való résztvételtől tette függővé. És hát a Magyar Modellező Szövetségnek nagyon komoly harcába és nagyon komoly egyeztetésekbe került, hogy ne kelljen nekünk, mint kerettagoknak az olimpiai sportágakra jellemző óránként való lebontásra megadnunk azt, hogy hol és mikor és egyebek vagyunk elérhetők, mire végül is nagy nehezen azért sikerült velük azt elfogadtatni, hogy ez egy technikai sport. Ebből a szempontból talán egy picit közelebb áll az autóvezetéshez, tehát az autósportokhoz vagy a motorsportokhoz, mert alapvetően mi sem modellezhetünk ittas, befolyásolt, stb. Állapotban, viszont ha én tuningolom magam, attól nem fog jobban menni sem az autóm, sem a modellem, tehát valahol talán ezt egy picit sikerült elfogadni, de mindenképpen érdekes ez a történet. Tehát igen, ez is mutatja és indokolja azt, hogy a modellezés azért ott van mindenképpen a sportok, elfogadott sportok, sportágak között. Azért nagyon sokat elmond erről, nem tudom, hogy előző nap miről beszélgettek, de akkor nem voltam itt, de nagyon sokat elmond, és azt nem tudom, hogy a fiúk említették-e, hogy 1989 előtt ti időszakot számolva, gyakorlatilag a második világháború végétől 89-ig, a magyar sportolók által szerzett összes érem számát tekintve, a magyar modellező sport ennek az éremszámnak a 48%-át hozta. Tehát ha összeadjuk az összes olimpiai és minden sportágat, akkor a magyar modellező sport ezeknek az éremszámoknak a 48%-át hozta. Ez is mutatja azt, hogy mennyire magas szintű volt a rendszerváltás előtt a modellezés, és mennyire jó alapokról indult, és mennyire komolyan vették a modellezést. Ugye mindenképpen a Honvédelmi Szövetségen keresztül ez egy nagyon erősen támogatott történet volt, erről már biztos esett szó. Ez pedig azért hozta az eredményeket magával. Én árkon kívüli gyepmester vagyok természetesen ebben a történetben, de ha már eljutottunk a doppingig és a vizsgálatig, és ahhoz, hogy ez sport vagy nem sport, szerintem megegyezhetünk, hogy sport, akkor van-e, idézőjelbe teszem, bármifajta dopping lehetőség? És most nem azt gondolom, hogy beveszünk egy tablettát, nem azt gondolom, hogy injekciózzuk magunkat, hanem hogy ebben a sportágban van-e valami, amivel a teljesítményt lehet növelni? Jó, csak hogy tegyük érdekes teljesítményt, sebbé. Teljesítményt egy vegyi anyaggal tudunk növelni, ami... De azt nem te veszed be. Azt nem én veszem be, azt a hajóba fogom beleönteni, úgy hívják, hogy nitrometán. Akik egy kicsit az autózáshoz, meg a
az a kalózautózáshoz értenek, akkor ott van az, hogy nitrópalack, és ezzel lehet tolni. Na, hát mi ugyanezt használjuk csak folyadékban. Le lehet bukni? Ez hivatalosan engedélyezett. Ja, akkor nem lehet 20, bukni. 20% térfogat százalékig lehet rakni a hajók teljesítménynöveléséhez, amivel egy hatalmas mennyiségű oxigént tudunk bevinni az égéstérbe, és tudjuk az égés hőjét csökkenteni, tehát egy hatalmasat lehet húzni a hajókon, vagy a motorok teljesítményén. A doppingra visszatérve, igen, tudunk, tehát lehet, van az, hogy beveszek egy beta blokkolót, nyugtatót, tehát ezeket ugyanígy lehet, be lehet venni, alkohol, viszont az alkoholra szűrnek. Versenyen oda dugják a szondát az orrod alá és fújd meg. Mindenképpen nagy világverseny. Ugyanúgy kidobnak, diszkvalifikálnak ezekkel a dolgokkal. Minden évben a Magyar Modellező Szövetség igazolt verseny, vagy válogatott versenyzőinek 5 fő kötelező dopingvizsgálata van. Tehát alapvetően ugye ezt annó a céllövők jöttek rá, hogy a szívgyógyszerek egyik tipikus, vagy egyik képviselője a beta blokkolóknak van egy kellemes mellékhatása, a kézremegést irtózatos mértékben képes csökkenteni. Innentől fogva ugye azoknál a sportoknál, ahol nagyon precíz kézmozdulatokra van szükség, ugye nálunk is és a céllövőknél is. Ez egy csodaszer lehet, mert tényleg nagyon sokat tud ezen javítani. Íjászok is használják egyébként. Igen, így van. Tehát az a kategória, ahol tényleg a precíziós mozgásokra van szükség. Nálunk erre egyelőre nem szűrnek, maradjunk ennyibe. Jó, legyen is így. De bizonyítottuk, és nekem ez volt a célom az első néhány perccel, hogy ez ugyanúgy sport, ugyanúgy kvázi ellenőrzéseknek vannak kitéve a versenyzők, és ugyanúgy hatalmas koncentrációt, összpontosítást igényel, mint bármelyik, akár csapatsportág, akár egyéni sportág. Arról beszéljünk egy picit, hogy amikor versenyre készültök per B, és versenyen vagytok, hol van az adrenalin? Húha. Nagyon magasra. Versenye válogatja, de... Igen, versenye válogatja. Jó, nem a pásztályi bajnokságra gondolok, hanem azért komoly helyekre jártok. Első világbajnokság Németországban 2010. Félre kellett mennem és álhánytam magamat, mert olyan szintű volt az adrenalin a szervezetembe. Viszont akkor a stégre léptem, velem szemben letérdelt a mechanikusom, és megkérdezte, hogy rám nézett, belenézett a szemembe, azt mondja, kész, mehetünk, és akkor elvágták. Ez például az én esetem. Feri az egy külön történet. Külön történet, halljuk. Feri, belé kell valaki. Én belem kell valaki, mert én olyan izgulós vagyok, hogy úgy remegek, hogy az egész tég átveszi a remegést, tényleg, és akkor mindenki néz, hogy földrengés van, vagy vagy csak csoda, vagy csak ott vagyok, és ugye van egy idősebb, elég jó barátunk, aki mellettem van mindig, és akkor az mindig fog, mert közben lépegetek előre, és akkor fog, hogy bele ne essek a vízbe, és akkor valamikor visszahúz. Ennyi, végül is tényleg azért lehetne erről mesélni elég sokat. De ilyenkor megszűnik általánosságban a külvilág? Tehát, hogy igen, van a hajó, vagy te, van a segítő, és akkor utána tök mindegy, hogy mi történik? Így van. Gyakorlatilag ebbe a kérdésbe talán én vagyok a leghiggadtabb, mert én vagy zenét hallgatok, vagy valami hasonlót start előtt közvetlenül, pont azért, hogy ezeket a dolgokat ugye kicsit úgy visszafogjam. Milyen zenét? Komoly zenét? Nem, bár ez egy érdekes történet, mert pont mostanában olvasgatok ezzel kapcsolatban. Van egy nagyon érdekes pszichológiai kutatás. Az a neve ennek a jelenségnek, hogy Mozart hatás. Érdekes módon észrevették, hogy azok a
sportolók vagy térben, tehát háromdimenziós térben kell valakinek munkát végeznie. Érdekes módon, ha Mozartot hallgat, akkor 5-10%-kal is javul a teljesítménye. Nem tudják miért, de ahogy megszűnik a zene és elhallgat, onnantól ez a hatás ez megszűnik. Úgyhogy most ezután olvastam pont a hetekben, hogy nagyon érdekes, és lehet, hogy itt is tudna segíteni. Akkor Mozart CD-ket kell beszerezni. Igen, könnyen lehet, nem. Én könnyű zenét hallgatok alapvetően ilyenkor, és amikor az, hogy elhangzik az, hogy kérem a versenyzőket a stégre, akkor általában, hogy megállunk, oké, fölmegyek, körülnézek a pályán, és akkor mehetünk. Persze azért néha benne az emberbe tényleg a stressz rendesen, bár talán mondom, ebben még én vagyok talán a leghiggadtam. Igen. Amikor egy hajó egy 30x30 méteres háromszögletű pályán 80 kilométeres sebességgel halad, amikor az egész versenyfutamot le lehet futni 13-15 másodperc alatt, és ebben ezt a 30x30 méteres pályát kétszer kerüli meg a hajó, nincs másra idő figyelni. Tehát ha valaki nem 100%-osan van ott, akkor ne is menjen fel a stégre. Abból vagy baleset van, vagy hajótörés van, vagy egyéb más katasztrófa van, nem lehet másképp felmenni. Tehát amikor ilyen sebességgel közlekednek ezek a hajók, ezek közlekednek 80-90 kilométeres sebességgel, a hajócsavarok forognak 35-40 ezreket, itt nem lehet téveszteni. És olyan szinten, amikor az ember oda koncentrál, nem hiába vannak azok, hogy amikor nem egy házi verseny van, hanem egy világverseny, hogy nem két nap alatt fut le, hanem egy hét, mert ugyanúgy pihenni kell annak a versenyzőnek. Az biztos, hogy ezek az 5 percek, meg 6 percek attól függően, hogy melyik kategória. Ez tényleg így van, hogy az ember abban az 5-6 percben, abban csak ott él. Talán ezért is szeretjük csinálni, mert az az 5 perc, ott akkor mindennek vége, akkor ott én vagyok, a hajó van, meg esetleg a többi hajó, attól függően, hogy milyen kategóriáról beszélünk. De az biztos, hogy 6 perc alatt, vagy ha arról van szó, 12 perc alatt, hogyha két futam, nagyon el tud fáradni az ember szellemileg. Rossz műsorvezetői fordulat, de én ebben a műsorban, a Kanizsa Caféban nem műsorvezető, hanem inkább beszélgető társ vagyok. Így megelőlegezem a kérdést, hogy hogyan lehet mindenre fölkészülni, de előtte, amíg gondolkodtok, bár szerintem készen van a válasz nyilván, mert hogy hiszen benne vagytok, egy történet a Gábor történetéhez. Mezőgazdasági végzettségű vagyok, tanultuk a tehenek egy tejüzemben, vagy egy tehenészetben sokkal jobban tejelnek, vagyis több tejet adnak, hogyha komoly zenét játszanak nekik, Mozartra visszautalva. Ezt a kutatás nem mondta, hogy Mozart, hanem hogy komoly zene. Komoly zenét hallgatnak a tehenek, és több tejet adnak egészen egyszerűen. Nyilván más gerincesre is, lám ember, hatással lehet a komoly zene, de vissza a kérdésre, amit megelőlegeztem, hogyan lehet erre fölkészülni? Vagy ha akartok, tehenekről is beszélgethetünk, de szerintem maradjunk ennél a vonalnál. Méhekben jobban otthon vagyok, de tehenekhez nem értek. Arra szoktam mondani a kollégám, hogy csak olyan állatot tartsán, amit meg lehet kötni. A tehén az? Így van, tehát én meg nem fogadtam meg, de visszatérve kell hozzá egy ilyen társaság, akivel ha két hétig össze vagy zárva, egy lakókocsiba, egy sátorba. Akkor is kibírod. Akkor is kibírod. Jó, testvérek között nem annyira nehéz. Ez egy más kérdés. Rosszul gondolom, oké. Igen. Amikor, lapozzunk? Amikor már a hatodik napja kint vagy a barátoddal összezárva, hát erről az űrhajósok biztos sokat tudnának mesélni, hogy de nehezen kapsz otthonról információt. Neked kell megcsinálnod a kajádat, közben a hajóval törődni kéne, a versennyel törődni kéne, tényleg oda kéne figyelni, ráhangolódni. Azért vannak összezördülések, biztos, hogy vannak. Azodik, aki azt mondja, hogy... Otthon is vannak, nem? Otthon is vannak. Persze. De ahhoz kell egy ilyen, úgymond baráti viszony, hát meg kell hozzá egy családi háttér. Konkrétan felkészülés alatt, nem tudom, a kérdésed egy hosszabb távú versenyre, vagy konkrétan arra az 5 percre,
vonatkozik. Bármire, amire akarsz válaszolni arra. Én alapvetően úgy gondolom, hogy ez igazából egy folyamat, ami aztán rutinná válik, de mire az ember megtalálja azt a folyamatot, hogy ez hogy működik, szerintem ez a legnehezebb, hiszen nálunk azért nincsenek olyan fajta kialakult stratégiák, mint mondjuk egy olyan sportnál, ahol edző van, ahol azért erre már komoly kutatások folytak, hogy ha ma ennyi szénhidrátot eszem, akkor holnap ennyi. Na, eljátszom az amatőrt. Nálatok nincs edző? Nincs. Nálunk nem edző van, baráti tanács van. Nálunk igen, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy mindenki jó valamiben. Ha azt mondom, hogy én mondjuk vezetéstechnikában Botiferinek irtózatosan jó ötletei jönnek néha egy-egy ilyen apróság, áramlástan, stb. Zsolti a motorikus részben. Ha arról van szó, hogy a három ember, vagy az öt ember, vagy a tíz ember közösen tud gondolkodni, akkor abból kijöhet egy nagyon jó végeredmény, és valahogy egy kicsit így működik a dolog. Tehát most hülyén hangzik, hogy egymás edzői vagyunk, de igen, végül is valahol igen. Az, hogy a stratégiákat, versenystratégiákat hogy építjük ki, ez már azért egy picit, hogy úgy mondjam, magánügy vagy magántörténet, mert sokszor előfordul, hogy akár egymás ellen versenyeznek. Tehát ez is előfordul, mindig egy picit. Azért persze nagy csodákat már nem tudunk tenni, de azért mindig vannak az embernek esetleg apró trükkjei, amivel azért próbálkozik, és hát végül is ez azért érdekes, mi Ferivel versenyzünk, illetve versenyeztünk tavalyig egy kategóriában, ahol az első három évben azt lehet mondani, hogy én nyertem meg a versenyek 80%-át, utána meg ő nyerte meg, és tehát tudom azt, hogy nem volt a kettőnk technikája között akkora különbség és akkora örületes differencia, hogy ez aztán indokolná, hanem valamire ő rájött, amit azért nem feltétlenül osztott meg, mert nem baj, ennek így kell működni. Én azt mondom, hogy mindig a verseny és mindig az ilyenfajta pozitív rivalizálás viszi előre az eredményeket, és ebből lehet azért fejlődést elérni. Feri, igen, téged akartalak megszólítani. Egymáshoz, és akkor lessük a technikát, hogy most... De lesítek? Hát azért persze, oda megy az ember, megnézi a másik technikáját, hogy hoppá, most mit csinált ő jobban, hogy egy kicsit jobban megy a hajója. Ez benn van mindig, világversenyeken is azért ugye tudod, hogy a kínaiak elég jó mennek, azért... Ebben is. Jelenleg a 7 kategóriából 6 világrekordozó. Akkor ebben is. Mindig azért oda megyünk, megnézzük kis kínai hajóját, hogy mit tudod csinálni. De az is igaz, hogy itt is már megjelent az, ami a Forma 1-ben, hogy az utolsó pillanatig letakarva. Igen. Tehát már itt is... Bár most Lengyelországban nem takargatták, sőt, oda lehetett venni, meg lehetett nézni. Nem titkoltak most semmit. Ha akartok, válaszoltok, ha akartok, nem csak, ha már a kínaiakról kezdtünk el beszélgetni, meg egy picit utána is olvastam a ti sportágatoknak, meg hát egyébként is az ember nagyjából gondol valamit a kínaiakról, nem föltétlenül negatívumot, de ezt a kínaiak, idézőjelbe teszem, ellopták? Nem. Mert ugye az ember azt gondolja, hogy a kínaiak mindent lemásolnak, megcsinálják a kínai BMW-t, a kínai Audit, a kínai nem tudom én mit, és az már onnantól kezdve kínai a ti sportágatokban. Erre csak a Zsolti kedvenc mondását szoktam idézni, hogy az az ország, amelyik űrhajót tud építeni, az azért mást is meg tud építeni, hogyha akar. Tehát rendkívül magas. Az jó, hogy olyat idézel, aki itt van, ez teljesen rendben van. De így van, tehát ez tényleg így van. Rendkívül magas technikai színvonalon. Az biztos, hogy ők, amikor beléptek ebbe a modellezésbe körülbelül a 70-es, 80-as évek környékén, mert az is kellett nekik, nem? Ők szintén egy úgymond katonai indítatással indultak el felé, és... voltak például nagyon nagy betlieik, tehát például ilyen volt a 93-as Ducsovi világbajnokság, amikor volt egy olyan generációváltás az akkumulátorokban, hogy itt már mindenki egy új generációs akukkal futott, és érdekes módon Kínában az információ nem ért el, és ide jöttek az egyen előző generációs akkumulátorok, és nem voltak sikeresek nyilván. Munkást jelentett nekik.
Aztán ezen annyira összeszedték magukat, hogy a következő világbajnokságon arra lettek figyelmesek, legalábbis ezt idősen modellezők elmondásából tudom, hogy az összes kínai fényképezőgéppel érkezett a versenyre, és amit találtak, azt lefotózták mindenféle szögből. Most lehet azt mondani, hogy ellopták, viszont az a baj, ha szimplán csak ellopták volna, akkor nem vernék a világot ennyivel mindig, amennyivel már azóta gyakorlatilag verik. Azon túl, hogy megnézték, hogy mi a trend, vagy a világtrend, és azt gondolom azért kipróbálgatták otthon. Azon túl ők ezen hatalmasat fejlesztettek. Azért nagyon sokat elmond arról, tehát a kínaiak erősségéről, hogy jelenleg Magyarországon az egyik, azt mondom, hogy király kategóriának tekinthető FSR kategóriában van 60-65 versenyző. Ez a túrahajó. Igen. Ezt már lefordítottuk a Kínában. Kínában 600 ezer versenyző van. Ebben a kategóriában? Ebben a kategóriában. Tehát merítési lehetőség. Tehát alapvetően, amikor egy válogató versenyről beszélünk, akkor az egészen más dimenziókat jelent nálunk és náluk. Ebből adódóan, ja, és még egy érdekes adalék, hogy Kínában a mai napig a modell, amirevel a versenyző érkezik a versenyre, az nem a versenyző tulajdona, hanem az mai napig vagy a modellező szövetségé, vagy van olyan vonal, ahol bizony ez a, hát illetve erről fél információink vannak, de valamiféle úgymond katonai szervezeté a mai napig. Nálunk nem így van, mert minden a tiétek, meg ti rakjátok bele a pénzt. Persze, természetesen. Jó gondolom. De ott ez úgy is működik, hogy amikor van egy ilyen válogató verseny, és esetleg van egy picit gyengébb képességű pilóta, viszont épít egy nagyon jó hajót, akkor megmondják, hogy azt ide tegyük le, viszontlátás. Ez sajnos így működik. Magyarul kiválogatják a legjobb hajót és a legjobb pilótát. Tehát nagyon könnyen lehet az, hogy valaki egy olyan hajót fog vezetni egy világversenyen, amit abszolút nem az ő épített. Más kérdés, hogy ez elvileg hivatalosan a világ szervezet, a Naviga szabályai szerint nem szabályos, de maradjunk annyiba, hogy ez... Jó, Kínában más világ van. Bocsánat, még mielőtt tovább folytatnánk, volt egy végszavat, csak akartam, hogy befejezd a mondatot, viszontlátás holnap. Jó, várlak benneteket, önöket is teljes természetességgel, találkozzunk 6:30 után itt a Kanizsa Televízióban. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.